írják az őszi angol előrehozott írásbeli érettségi feladatsort a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanulói. 5 osztályteremben osztották el a vizsgázókat a járvány miatt. Novotné Báne Erzsébet azt mondja, tanítás nélküli munkanapot kellett elrendelnie az intézményben az érettségizők magas száma miatt. Ez szerinte jól mutatja, hogy az idegen nyelvoktatás az egyik erőssége a gimnáziumnak. A nyelvoktatás az egyik olyan erősségünk, amire építeni lehet azoknak a diákoknak, akik szeretnének tovább tanulni majd, hiszen a nyelvvizsga már egy követelmény lesz a továbbtanulás szempontjából. Az elsősorban humán tantárgyakról, egyéni bánásmódról, tehetséggondozásról, magasan kvalifikált tanári karáról, bensőséges közösségi programjairól ismert Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban egyébként évről évre egyre többen jelentkeznek. Ezért felvételi vizsgát vezettek be. Az iskolában online felvételi előkészítő foglalkozásokat tartanak a leendő diákok számára. Írásbeli felvételi vizsga lesz matematikából és magyar nyelvből, illetve a 6 év folyamos tagozatra jelentkezők számára szóbeli vizsga is, ez majd március folyamán. Az írásbeli vizsgára december 4-éig kell majd jelentkezni, ezt az iskola honlapján fogjuk közzétenni. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban november 14-én reggel 8 órától 11 óráig nyílt napot tartanak, ahol az érdeklődő szülők és gyerekek további információkat tudhatnak meg az intézményben folyó munkáról, az ottani légkörről, a tanórán kívüli programokról.